Második szakasz Setét boltozat Petúrházában, hátul középen egy fekete asztal, mely körül Mikhálbán, Simonbán s a békételenek ülnek, sokan pedig körülöttük állanak. Petúrbán az elől ülő, a feje felett a falon egy kép függ, melyen egy a trónuson büszkén ülő asszony látszik. Mindenik békételen mellett a székhez egy béfedett pa is van támasztva nagy függő lámpás világít, az előbbeni éjszaka. Első jelenet Petúr A hajnal érkezik, s még nincsak csak így határozatlanul. Szorongatást okoz talán a jó szerencse, vagy csak összetett kezekkel várakoztok, hogy majd helyettünk fog dolgozni a sors? Hát nem ti voltatok, kik oly mohón kapátok érc pohártokat, midőn vagy három órával ezelőtt ivék a magyar szabadság hosszú életére? Úgy, úgy, hiszen meg kellett volna azt gondolni, hogy csak akkor mernek a kisgyermekek mást fenyegetni a... Midőn hiszik, hogy azt nem tudja senki. Simon. Boldog ki hisz, mert meg nem váltja a jelen való kisebb rosszat talán rosszabb jövendővel. Mi lesz hazádból akkor? Petúr. Megállja még az a sarat. Simon. De mégis úgy lehet, hogy elmerül. Békételenek, dörmögve. Igaz? Petúr. Ha, ördög és pokol, bíz úgy kívántok itt világosítatást, mint ha a dolog csak engem érdekelne, és bőrötökretán építeni magamnak egy uralkodást akarnék. Simon. Mikhál, te szólj! Mikhál, aki szundikált. No, mit? Csináljatok, mit tetszik, és ahol közegyezéssel megállapodtok, ott megegyezek. Ismét szundikál. Simon. Hm. Csalhatatlan a közegyezés? Békételenek, dörmögve. Kérdés. Petúr. Tehát ti szüntelen csak vízhangi vagytok e szőrszál hasító fontolgatásinak? Miért jöttetek ide hát? Vagy a pillantatnak közel kívánnátok visszamászni? Ó, gyáva lelkek! Mondom, a jövő éjjelre! Simon homlokát dörgölve. És olyan hamar, békételenek, nyughatatlansággal. Hamar. Petúr. Zárt néki, míg nekünk nem adja ő. Tű asszonyok kezében nem királyi pálcánk. leonnan édes asszonyom. A felette lévő képet ellöki. Egy olyan teremtés, akinek nem ez hazája, cinteremjeinkben a kinek lenyugodott szülői nem tevék le Ki gyermeki játékinkban is nem osztozott volt, bennünket az vajon szeretheti? Békételenek, elevenebben. Nem, nem! Simon. De hát, ha mégis úgy lehetne. Petúr, hallgass, Simon! Nem érdemes talán az, ami játékon forog, hogy a kockák vetésén kisé karjaink fárasszuk. Felkapván a mellette levő paist, arról a takarót lerántja és a címer rajta egy a trónus alatt vérében fetrengő asszony. Én csak ide tekénytsetek, Nem érdemes mászásra egy derék szőlő gerezd? Nem érdemes, hogy a király megint király legyen, s nyakunkra ne hágjon a dőfös meránia. Mind bámulva vonják le mellettük levő pajzsaikról a takarót, s mindeniken az előbbeni címer látszik. Egy véres asszony a királyi szék alatt. Nincs senki is. No, menjetek haza tehát, s vegyétek fel magatokra a töredelmeseknek köntösét, ha ez vétek, s zokogjatok, mint a bolondok, kik vétkekért csapra ütik véreket békételenek, felzúdulva kardot rántanak, s az asztalra csapják. Sokáig éljen a magyar szabadság! Mikhál felütődik. Mi az? Mi végződött? Simon ingadozva. Én nem tudom. Petúr. Egy szegletbe dobván a nála levő pajst. Le a királyi székből, asszonyom! Békételenek. Véressen is! Mikhál. Mit? Ó, nagyistenem! Petúr. Milel öreg, vagy úgy, hát a jövő éjjelre. Békételenek. Pártütés. Mikál, felugorván egyik széktől a másikig tántorodik. Ach, oh, pártütés. Petúr, utálatos beszéd, nem pártütés, kicsikart szabadság, csak nyugodj öreg. Mikhál! ó, nyughatatlan szakám. Simon, Petúr, ti emberek. Írtóztató álomba rengettetek el engemet. Mikhál, öreg, mi lett belőled? Ébredj! Magát mellénél rázza. Petúr, csak csendes egy. Neked semmit se kell csinálni. Mikhál, ó, bán, báne, ez már gyalázat. Simon, Simon, te is közöttök? Ó, nem. Simon, de hát, ha mégis. Petúr, ő is fegyveres társunk. Mikhál, család vagy bán, az én öcsémű, uram teremtőm szány, mire jutottam? Térdre esik. Irgalom meg irgalom, irgalmas Isten, ah, hová jutottam? Elhanyatlik. Simon felfogja. Bátyám! Petúr, no, hagyd el, üljetek lecsak. A vének olyak, mint a gyermekek, kik mindenért sírva fakadnak. Nem is hal ő meg. Simon, de hát, ha mégis úgy lehetne. Az őr kívül. Ki vagy? Szózat. Szabad magyar. Az őr. Mi szabad? Szózat. Melinda. Petúr. Jön! Békételenek. Ki az? Simon. Melinda? Második jelenet. Bank, betoppan. Bank, az Isten egy gyülekezet álmodott céljával az, ha elsül és igaz, jó. Petúr, nem álmodott ez, elsül és igaz, jó. Bank, úgy, hát szerencsét kívánok. Petúr békételenek. Köszönjük! Mikhál, feleszmélkedvén siet. Bánk, kedves, édes öcsém! Isten hozott egy ősznek oltalom pajzsul. Te ments meg engem e haramiák közül. Bánk, kardjához kap. Haramia? Békételenek. Hogyhogy? -hogy? -hogy? Petúr, semmitől se tarts, bán. Bánk, de hát miért reszket ez az ősz? Petúr, mivel csak gyermek? Mikhál, égre vetett szemekkel. Ó, uram, bocsásd magadhoz egy gyermeket, s adj neki jó éjszakát. Bánk, öreg, világos is meg e dologban. Mikhál, úgy vélekedtem, hogy Petúrnak egy vitézi társaság lesz célja, mint hogy a kalandosok már elhagyatnak. Azonban képzelhedd érzésimet, midőn felébredék, s kiáltani hallom. Le a királyi székből, pártütés! Bank, egészen kirántja a kardját. Való tehát? Petúr, nem egészen, csak hogy egy asszonynak engedelmeskedni nem fogunk. Bank, miért? Petúr, miért? Miért? Te kérded azt, bán? Szegény lélek, sajnálhatom szép gyengeséget. Bank, gyengeségemet? Petúr, ne erőszakoskodjál magadon. Tudom én jól, hogy elvesztette lelked egy részét aranynyugalmának. Panasszát nem hallod elnyomattatott hazádnak, és nem látod, mint potyok hazád fiának orcáján lekönnye. Ez a merániaknak izzadoz. Amaz merániaknak a hasát hizlalja vérverejtékével. Ez bőrét síratja, mert merániak takargaták be abba a testeket. Román ugyancsak zendítő vala meg is fizette Zavihosznál halállal, de a szegény Miciszlavic Miciszláv mit véte, emeráni büszke asszony, hogy tartományait kívánja el. Bánk bán, barátim, a szülők poják, ország felé néznek kisírt szemekkel, mert tán fiúk Endrével ott veszett, azért, hogy egy ötesztendős gyerek nyerhesse a galíci tartományt. Légy boldog, Endre! Ha te, királyi pálcád, kezébe adtad asszonyodnak, és jóságodnak dícsérni halván úgy veszed incselkedését, mint jó pénzt, íme, alatvalóid így segítenek. Bánk. Smit mit vétenek te, -e Meráni asszony? Petúr. Ó, bán! Ez a derék asszony nagyon értett azon közönséges szokáshoz, de engemet csak nem fog lépre csalni. Jól tudta ő azon mindennapi... Fogást, miképp kelljen az alatvaló nagyoknak orrára az édes reménység üvegszemét nevetve tenni fel. De úgy, hogy azt ők észre sem vegyék. Az olyanoknak, mint te vagy, nagyúr, ő rang, ígéret és aranyhegyek zacskóba zárt szelével el tudá mázos kegyelmét osztogatni, s a jó bolondok, hogy helyét találják, kiveték zsebekből önfagyonyokat. Bánk amit magok vetettek el, királyok vérén vegyék meg azt ismét? Békételenek. Nem úgy van. Petúr. Mi a királyt imádjuk, ám de egy Endrében, egy férfiú királyt imádunk. Meráni asszony nem kell itt soha. Békételenek. Nem, nem. Petúr. Görög, gubás, boér, olasz, német, zsidó, Nekem mihelyst fejét a korona díszesíti, mindegy az, mert szent előttem a királyom, és az asszonyt becsülöm. Ah, oh, de mégis annak én engedelmeskedni nem tudok, nem, nem tudok, mint Endre a királyunk. Midőn Pozsonyvárban Erzsébetet általvevé Lajos Türingi herceg számára a követség. Ó, mikép állt ott a nő, egész ország csupán nyelvén lebegni láttatott. Köszöntöm uratokat, így szólt. Mondjátok neki, hogy ezen csekészséggel elégedne meg, ha Isten éltet még idővel a legtöbb drágaságokkal fogom tetézni. S kirakta a szörnyű sok kincseket, amelyeken Türingia elvakult. Hogy álla ottan Endre, hátul egy szegletben, Endre, a magyar király. Pirulva morgott a magyar, s te bánk a köntösét rántád, hogy előbre menjen. Sírt bennem a lélek, hogy a pazarlást szemléltem, és minden magyar szeme könnyekbe lábadt. Honnan volt az a kincs? Bánk, nem felesz? Tulajdonunkat elvevé, s odaadta a hazája béli cinkosinak, s kihúzta a szegény magyarnak a kezéből a kenyért, s azt megette a meráni fegyveres lerontatá atyáink várait, smeráni meráni fegyverest rakott oda. Elszedte hivataljainkat, és a puszta bánnévvel cifrázta fel. Egbert, az öccse, alig törölte le Fülöp királynak a vérét kezéről, s itt a cepúsi földet elnyeri. Bertold az üstékét se tudja még befonni, s már érsek, bán, vajda, s bács bodrog megyékben fő ispán leve. Bánáti Bertalan kihal fimag nélkül, s ez asszony egy jöttment jerindódi vegliát atya fiát teremt. Bánk. Igen, de ráskai Demeter, pohárnok. Petúr. Megütközik, s ajkát harapja. A sógorom? Hm. A derék s hasznot hajtó pohárnok a vámot valóban elnyerte újfalun, mert szorgalommal töltötte a királyné kancsóit. Sokáig éljen. Egy kancsót magasan felemel, azután kijönti a földre. Mikhál. A gyermekek tapossanak anyjokon, midőn az atyok messzetartományban fáradt szerencséjek miatt. Gonosság. Petúr. minő szerencséért, hogy enged egy asszony kevé áhitozásinak, Skálmánnak, a fiának, hogy dobot vagy egy kicsiny kürtöt nyerhessen, űzi Galíciából el Miciszlaviczt? Bánk és így hazátok elbúsultjait játszani akarjátok, s királytokat úgy tenni a királyi székre, hogy Gertrudis estén szíve megrepedjen? Fájdalmiban megölni érzeményit, hogy társitoknak könnyeit soha lássa többé, egyszer s mint szeretni is, ölni is szándékoztok, mivel Gertrudis éppen a király maga. Petúr ne élne vissza hát azzal, s ne kapna vasas marokkal a magyar javak közé, mivel részemről én bizonyal orrára kész vagyok koppintani. Békételenek. Mi is? Bánk. De ő azért mégis csak az marad. Petúr. No, nekem ugyan nem az. Ha egyszer ő rabló, királyném is megszűnne lenni. Ezt esküszöm, míg Endre élni fog meg kell erősítenie régi, szent első királyunktól kitett szabadságbeli jussainkat, vagy ha megmutatja, hogy a hazám boldogságán segít ezen szabadság eltörlése, egy szót se szólok, ám de még ez a szokás, ez század árpád vére, a magyar érzés, magyar javak virágzanak, mindaddig azt fogom kiáltani, üst az orrát, magyar, kibántja a tied. Békételenek. Üst, üst! Bánk. S ezen szokás tekintve, mi szükség setétben bódorogni? Ha a törvény szokás szerint cselekszetek, nem csak él, hanem minden magyar segítő kezét sietve nyújtaná. Mind Petúron kívül, mintha hájog este le szemökről. Igaz! Bánk csendességgel. Az őseink becsülettel, svitézi lélekkel estek egykor el. Kicsiny vagyonoknak elnyeréséért, vagy inkább értünk s mi azt mostan magunk javára tartsuk hazánknak omladékain. Azokon, mivel hogy zendülésbe nem fogé kiömleni az ártatlanok a fele barátjainknak vére is, mely bugygása közben fogja a szabadság jajos tüzét átkozni, hörgeni. És tagja légyek-e itt én is, ártatlan vért ontani segítsek, s abban eszköz legyek, hogy jajgasson a szabadságunk miatt szegény magyar hazám. Az éltöket és a nyugodalmokat kockára tégyük polgártársainknak, kik mint szülőinket, bennünket is táplálnak. És miért? Mivel, hogy az asszonynak a hatalma büntetetlen teszi azt, mit a közönséges zsivány talán fizetne életével is? Védkül tulajdonítsuk azt neki, hogy a felekzetét jobban szeretné, mint a magyarságot? Ha németek között közületek király lehetne egyik, nem elsőbb volna-e előtte még ott is a magyar? Békételenek, gondolkozva, dörmögve. Hisz az való, bánk, és ennek ellenét kívánja mégis mindenik, sőt azt akarja, hogy úgy tégyek én is. Nem magyarok, soha azt tenni nem fogom. Való, hogy engem az emberek bolondozása megmulattat. Ó, de a véretekbe és az életekbe forró ösztönöm markolni nem kíván, se játszani. Hogy bánk leüljön a setét szövetség gyász asztalához, ahhoz nem csekélyebb, mint bánkisértődés kívántatik. Békételenek egymásra nézvén. Jól, jól beszél! Petúr, nem jól beszél, ha mondom. Simon. Ispán! De hát, ha mégis úgy lehetne. Bánk. Ha oly hatalmatok lehetne is, mint volt Leventa, vagy pedig Kupának, de nékik is elsülte. Simon. Mikhál, gyerünk! Mikhál örömmel. Öcsém! Békételenek, mind felkerekednek. Gyerünk! Petúr. Pokolba! Hát talán nem esküdtetek meg itten? Békételenek, ismét le akarnak telepedni. Az való. Bánk! Kérlek, ne bánsd őket! Különben én tőlük fogok kívánni egyet, itt mindjárt. Ne engedj jönni annyira, úgyis felelned kell még egyre. Egyre, mely őrülésre hoz, de férre ezt most egyszer, emberek jértek velem, előbb való a hit parancsolatja, Istennek a kenetje egy király felség. Békételenek, bánkhoz állanak. Petúr, elejig befutván. Az Istennek kenetje Endre, nem Gertrúd. Ez a rabló az nem lehet. Azért csak érjem el, torkom fogom, s királyi széke kárpitjának a zsinórjával folyton beléjel el Mint víz özön zúgok mindenfelé, és ahol találom, ottan rontom összve ez asszony annyit átkozott fejét. Bánk. Várdán belőled most a nemzeti rút gyűlölet, nem az igazság beszél. Jertek velem, magyarok! Szánjátok őtet, mert nem gonoszságért gyűlöl, hanem azért, mivel más-más köntöst visel. Mind. Gyerünk! Petúr. Ki voltak szabadítóid? Ó, te vasravert hazám! No, nyeld le a bilincset, jajgatvas, edd magadnak a halált! Nem kényszerítelek, magam is tudok hóhérja lenni azon utálatosnak. El akar. Bank. Megállj! Ezen haza! S felség árulót láncokba verjétek, parancsolom! Én a király személye, én, maga parancsol, Endre a király! Petúr, bánk lábaihoz hajol. Királyom! Bank. elérzékenyedve felemeli. Petúr, Petúr! Kedves bátyám, ölelj meg! Látod, hová tud téged csak neve is vinni Endrének. Lád, mint buzoksz érette, mégis a szívét akarnád kitépni. Hát juté -e eszedbe még a testvéri háború? Te ott is Endre pártján valál, s midőn jó szágidat elszedte elmerik király. Petúr, eresz! Bánk, Hozzám jövél szökésed éjjelén, még egyszer elmentünk a cinterembe, együtt, lerogytál ott atyádnak a sírjára, s azt mondád, igazad vala atyám, az Isten nem segít soha felkent királyok ellen, nem marad semmi, csak egy szívem, már legyen a föld, melyben nyugszol akárkié, de sírod ölelése, s e mondás enyém marad. Petúr, bánk nyakába esik. Öcsém! Az Isten nem segít soha felkent királyok ellen. Már legyen kié a föld és a vagyon, egy szív marad, s így szent haza békesség. Mind bánkhoz tolakodnak. Az békesség! Mikhál, öcsém, uram, teremtőm! Bánk. Mintha mind egybe akarná ölelni. Ó, Endre, győzedelmeskedte bár országokon, de ilyen győzedelmet, mint bánk neked nyert most, nem nyers soha. Az őr kívül. Ki vagy? Szózat. Szabad vitéz. Az őr. Jelszód? Szózat. Melinda? Bánk. Melinda? Ó, ki gyógyít engemet meg? Mind egy oldalra tolódnak. Ha! Árulás! Harmadik jelenet. Biberach, Jön. Csak biberak? Békételemek. Ah, haj meg! Biberak. Nyugodtan visszalép. No, lassan! milliom, millióm! Bizúgy nekem estek, én helyettem, hogyha itt más állna, tán a nyavaja is kitörné. Kedves vitézek, csendesen! Biz az ördög nem alszik? Ej! szégyen gyalázat kardot ragadni! Csalfa alázódással. Egy magyar csak egyik bajusza végével pokolba űzhet egy íj szegényke németet. Simon. Melinda. Mikhál. Hol loptad el hugomnak a nevét? Biberach. Ahol magát más lopta, a királyné dombérozó mulatságában. Bánk, Mikhál, Simon. Ember! Biberach. No, hadd beszéljem hát magam ki, de... Igazán megszeppenve. Ördögbe is. Valóban, most eszem, fel kell tekerni. Átkozott hajón eves sz szerencsém, s elül, ha hogy reája nem vigyázok. Bank, Kóbor, hogyan jött a Melinda név nyelvedre? Biberach. Pá, tehát mégsem tudod? De igaz, hisz a királyné prüszkölő, becsrang porától egész bolondulásig elszédültélte. No de szó, ami szó, ők szépen is fogálnak a dologhoz, úgy, mint nagyúr, ej, bánk bán, így, meg így. Nem illik ország első nagyja, hogy így, meg, meg így. Felhozta hát ide szép együgyű feleségét a nagyúr, bármint dörömbözött szerelemre féltő nagy szíve. Bánk, ember, biberach. Csak csendesen, ó bán! Most az egyszer úgy kell már viselni magamat, hogy a hajlandóságodat megérdemeljem, mert ebül leszek. Lád bán, sokan tudták ezt a regét, és ha igazat kell szólni, addig én is sípot faragtam nádatok között, míg benne ülhettem, síú szemekkel néztem magam körül, nevetve mást. Véletlen így tanultam azt ki a, mit szorgalommal sem tudtak sokan. Ispán uram, te oly merőn tekintesz reám, s nem tudod, hogy csak ezen éjszakát lett volna szükség el nem lopni bánkbán nagyúrtól, és hogy addig, míg ti itt vele vagytok, otthon Ottó és Melinda. Mikhál Simon bánk egyszerre. Melinda, húgom? Fattyú, megöllek! Biberach, ezt ugyan bizony szolgálatomra nem reményleném. Lád bán, királyod a kezedbe adta egész hatalmát, s így, hogy egyikének vagy másikának útjában ne légy, el kell -e ország vizsgálásra menned. Petúr, mérges kacajjal emeli fel ökleit. Gyalázat! Ellágyulhattam? No, bánk, hát nem kacaksz velem? Bánk, összecsapván kezeit. Pokolbeli irtóztatóság büntetései földünkre jöttetek hát már, hiszen ni itt világos egészen, amit én üres fejük ki nem tudtam találni. El a királyhoz, a császárhoz, a pápához elmegyek, s hogy elpiruljon, lerántom e parázna bíborosról a szép álorcáját kacagtatón. Ó, légy velem, hideg vér, légy velem! Ne hagyj el, álhatatosság, hogy merőn nézvén szemek közé becsületes tekintetemnél elvakuljon a szentségtörő. Meggyilkolom ott előtte a bíboros gazembert, és ha a vesztőpiacra hurcolnak, kiáltom, azért jutott hóhér kezébe bánk, mert hitvese virtusát bosszulta meg. Biberak Páh, millióm! bizonytán nem tudod, hogy csóka csókatársának szemét ki nem kaparja, mert ám mint sem oly nagyot bokázzon a bíbor, bizonyal előbb feláldoznak tíz bánkot is. De egy ilkod is haszontalan fened, az útakat jól tudjuk elállani. Vesztő helyet se fogsz te látni, hogy ottan rikolthassál, az íj rikoltó titokban szokták ám eloltani. Bánk, német! Te megnyitottad a szemem, s így kábaságot akartam tenni. Nem. Szeggel szeget, hisz a tilalmas és megengedődhető ravaszkodás úgy állnak el, mint a hazug s igaz. Megmenthetem talán még nem, de ó, szólj, Biberach, lehetne még talán meggátlanunk. Szólj, szólj! Biberach, öklét összeráncosított homlokához nyomván, igen mély, de rövid gondolkozás után. Talán, Gyerünk! Bánk. Ember, ha még késő nem volna, ó, angyal, szerezd meg üdvösségemet. Ne menjetek széjjel mindjárt, barátim, hogy megtaláljalak, ha hogy talán lehetne szükség rátok. Mikálhoz. Ősz, remély egy nyugodalmas éjszakát. Mikál. Uram, Szent Isten, adj te! Mind morogva. Ámen, úgy legyen. Simon. Szabad is szerette húgomat, Melindát. Bánk. Csak egyszer őtet a kezem közé vehessem, ó, miképp fogom kacagni a gyáva herceget, s ha húsomat lerágja a kerítő asszony, akkor még csontomon is elviszem Melindát, hogy elhagyattatott helyen legyen inkább kenyéren s vízen, mint sem itt pompában bíbor és a hermelin bemocskolásra eszközül vettessen, s szolgáljon egy bujának, akinél még drágább, s becsesbb előttem a kutyám. El. Biberach maga elejébe dörmögve követi. És jó ez is, egyik csak nyerni fog. El. Petúr, egy ideig merően nézi mindnyájokat, kik elgondolkodtak. No, üljetek le hát, azt mondta, hogy maradjatok. Mind. Székekhez ballagnak, leülnek, s az asztalra békételenül könyökölnek. A többiek körül-körül a fal mellett levő padokra telepednek, és vagy térdekre bókolnak, vagy fejeket hanyatt a falnak támasztják. Jó, jó, maradhatunk. Mikhál. Bolyót, bolyót! Kopácsolásokat lelkem mennyasszonyi ágynak gondolá, pedig becsületünknek egy koporsót szegeztek. Ó, Melinda! Bánatosan lehajtja fejét, s végre elszunnyad. Simon mellé ül. Még hiszem, tán jóra fordulhat minden, maga elében néz. De hát, ha nem, kevés spanyol szív, hol maradsz? Hamar tűnő örömremény, mi vagy te? Játszik képzete a kívánkozó észnek, mosolyg, s meghal. Petúr az ablaknál egy székbe vetette magát. Jó éjszakát! Mind. Anélkül, hogy megmozdulnának, dörmögik. Jó éjszakát! Petúr magába morog. Virrad, nem úgy, nem úgy, ti földi istennék, ne gondoljátok azt, hogy minden irtózik hatalmas hangotoktól. Hirtelen visszatekint. Hát alszotok? Mind, lassabban. Jó éjszakát, Petúr. Aludj, mohón, kilobbant hazafiság. Elragadtatva néz ki a hajnal csillagra. Dicső fény, csillag. Hirtelen gúnyolva Lopott fény! Ej! Lassan. Jó éjszakát! Függöny!